Bakos. Most pontatlan volt, kicsunnak, aztán Major, mint egy gyors vonat megszerzi. Gruber forgolódik. Ez pedig egy gyönyörű szép helyről szabadrúgás. Három maradnak a büntető területen belül, 25. perc. Bakos. A bal felső sarok fölé egy picivel. Német befelé hozza is, Bakos szépen szerelte. Aztán külsővel próbálja odavarázsolni Gruber elé. Meg lehet az még bizony, Gruber! Lesz a lövés, lesz bizony, lábbal véd a kapus, még egy, az ismétlés pedig Dusinskitől kézbe vágódik, és ez már veszélytelen. Dusinski elpattant tőle, Ferkó, vigyázni, Ferkó! És már törlesztettük ezt az adósságot, és figyeljük Grubert. Gruber tolja meg, Gruber! Jó a lövés, az ismétlés pedig bent van! Az 51. percben megszerezzük a vezetést. Kicsun. Jókor volt jó helyen. Gruber nagyon szépen húzta meg a védők mellett. Kicsit kisodródott helyzetből. Rászúrt a kapura. Makara fut oda. Csillag tisztán. Szamosi mutatja magát. Egyedül inkább, és egy nagy pécsi védés itt a mérkőzés 67. percében. Megint veszélyes, fejes és hihetetlen. Az utolsó percekben megszerzi a vezet, megszerzi az egy pontot, úgy tűnik a Budaörs. Egy de bosszantó. Két szöglet a hosszabbítás utolsó percében. Egy jobbról, egy balról, és ez utóbbi Szamosi fejét találja, aki közelről a hálóba bólint.